A jelenlegi helyzetben a Dériné munkatársai nem szeretnék, hogy Karca kulturális program nélkül maradna, ezért elfogadva a Filharmónia Magyarország felajánlását, meglepetés koncertek kerülnek megrendezésre a következő napokban, hetekben, városunkban is. Figyeljen és füleljen, hiszen lehet, hogy legközelebb az ön ablaka alatt csendül föl a térzene. A mai napon elsőként a Részfúvós együttest köszönhettük a Kossuth téren, a Táncsics, majd a Nagyvénkerti lakótelepen. A Részfúvós együttes 1998-ban alakult Budapesten Kovács Zalán László művészeti vezető irányításával. Tagjai fiatal művészek, akik az együttes hazai és nemzetközi versenysikerei mellett szólistaként is több tucat helyezést elértek megmérettetéseken. A klasszikus Részfúvós kvintett irodalom mellett saját átirataik, valamint számukra komponált darabok tarkítják széles repertoárjukat. Alakulásuk óta évente közel 100 fellépésük alkalmával játszottak Magyarország legjelentősebb koncert és rendezvény helyszínein, illetve Európa szerte. Televízió és rádió felvételeik mellett 11 hanghordozón hallható játékuk, amelyekből közel 10 000 példányt hallgathatnak szerte a világon. Számos nagyszabású hazai fesztivál rendszeres fellépője és több koncertsorozat szervezője az együttes. 2007-ben megkapták az Artisius Alapítvány külön díját.